Sziasztok, lányok! Ma folytatjuk a sorozat következő részét, és ma nem kimondottan egy sorozatgyilkossal jövök nektek, de egy olyan hölgyet fogunk átbeszélgetni, aki állítólagosan 200 embert ölt meg. Jó? Úgyhogy gondoltam, hogy ő elég érdekes lenne, és elég érdekes volt az élettörténete, és kicsit más, mint egy sima pszichopata. Na de hogy kiről is beszélgetünk, nem másról, mint Giselda Blancóról. Giselda Blancót egyébként a kokain keresztanyjaként is szokták emlegetni, ez egy nagyon kedves, szép név, ugye? De és hát azt kell róla tudni, hogy egy nagyon-nagyon szegény család gyermekeként látta meg a napvilágot Medellínben, és 3 évesen állítólag már ő így a lopás útjára tévedt, és elkezdett zsebtolvajkodni 3 évesen. Ezt mondjuk kicsit nehezen tudom feldolgozni ezt a tényt, meg, de valahogy úgy nehezen is hiszem el, hogy tényleg már 3 éves korában ő ebben foglalkozott volna, de hát állítólag igen. És állítólag nagyon sikeres és ügyes volt, és amit még elmondanak róla, hogy nagyon hamar barátságot kötött mindenféle rosszarcú emberrel, és 11 évesen már az embercsempészetbe is belekóstolt, állítólag elrabolt 11 évesen egy 8 éves kisfiút, váltságdíjat követett érte a családjától, amit nem kapott meg, és ezért meg is ölte ezt a fiút. Ez az első gyilkosság, amit az ő számlájára írnak, tehát 11 évesen követte. És egyébként ezt a 8 éves kisfiút a legenda szerint főbe lőtte. Mondjuk, hogy 11 évesen hogy tud fegyvert szerezni valakit, bár állítólag ez arra felé Kolumbiában nem olyan nehéz, de hát akkor is, szóval, hogy... Na mindegy, na és akkor utána 11 éves korában eljött otthonról, mert hogy azt mondta, hogy nem bírja elviselni az anyját, aki egy rendkívül erőszakos nő volt. El tudjátok képzelni, hogy 11 évesen főbelősz valakit, de neked is túl erőszakos, még neked is túl erőszakos az anyát, hogy az milyen egy anya lehetett, hát gratuláljak. Nem, de eljött otthonról, és beállt prostituáltnak. Na de nem olyan prostituált volt ő, akit így sajnálnánk, hogy szegény, mert kihasználják, mert persze minden prostituáltat kihasználnánk, de hogy értitek, szóval, hogy ő nagyon megtalálta az útját annak, hogy ő elérje a célját. Tehát egyrészt magukat a kuncsaftjait is kizsebelte, és kirabolta, és ellopta a kulcsukat, és utána kifigyelte, betört hozzájuk, vagy beszervezett fiatal fiúkat, hogy segítsenek neki ezeket a kuncsaftokat kirabolni, akkor utána olyanokat is csinált, hogy megfenyegette, megzsarolta őket, hogy megmondja a feleségnek, nem tudom, fényképet küld a gyereknek, szóval, hogy ő ilyen nagyon nagy pályásan nyomta ezt a témát. Szóval, és hát amikor prostituáltként dolgozott, akkor az utcán megismerte Carlost, az első férjét, akinek hát volt egy ilyen kisebb bandája, pár emberből álló, és nagyon hamar ott eltanulta egyrészt a bűnözők irányítását, másrészt meg, hogy hogyan is kell egy ilyen bűnszervezetet kialakítani és fenntartani. Született 3 fia ettől a Carlostól, de aztán elváltak valamikor a 60-as évek végén. Egyébként nem volt egy békés válás, sokat harcoltak a gyerekekért, sok probléma volt, és ami az érdekes, hogy a válás kimondása után 1-2 évre nagyon gyanús körülmények között halt meg ez a Carlos, és hát azt feltételezik, hogy Giselda úgy ebbe belesegített, hogy úgy kissé meghalljon a férje, és ami nagyon érdekes, hogy a kokain keresztanyjaként emlegetett Giseldát még fekete özvegyként is emlegetik, ugyanis még további 3 alkalommal férhez megy, és mind az összes férje roppant gyanús körülmények között hal meg. Van olyan, akinek a halálát rá is tudták bizonyítani egyébként, szóval így 4 férjet sikerült megölni az idők során. Nem azt mondom. Azt hiszem, az első válása olyan rossz élmény volt, hogy utána már nem volt híve a válásnak, hanem úgy gondolta, hogy akkor inkább kinyírjuk a hapsikat, ne legyen a kútba.
Na de aztán igazániból a második férje megismerkedésével a 60-as évek végén vált el, és akkor a 70-es évek elején ismerkedett meg a második férjével, Alberto Bravo-val, aki egy kezdő kokain csempész volt, és igazániból ők együtt kezdtek bele ebbe a kokain csempészésbe, de nagyon hamar kiderült, hogy Giseldának sokkal több esze van, mint ennek az Albertónak, és hát ő lett a főnök. És azt valljuk be, hogy ez a mai viszonylatok között is azért egy női szervezett bűnözés feje, az, tehát hogy egy maffiának a feje egy nő legyen, szerintem az még ma sem általános, nemhogy a 70-es években. Nem mindegy, de hogy Giseldára nagyon felnéztek, keménykezű volt, és nagyon okosan csinálta. Ő találta ki többek között azt, hogy a székhelyüket áttették Amerikába, és ők ketten ott éltek, először New Yorkban, Bronxban, és oda csempészték be a kokaint. És ezt úgy csinálták többek között, az egyik ilyen Giselda találmánya az volt, hogy csináltak egy gyárat, egy fehér nemű gyárat Kolumbiában, és hogy a melltartók tömésében meg a fehér nemükbe csempészte át a kokaint. És nagyon-nagyon sokáig nem bukott le ezzel a módszerrel, és tényleg rendkívül sok embert ők láttak el New Yorkban. Aztán utána később, amikor már forró lett a talaj, és ezt is mindig nagyon jól érezte Giselda, hogy mikor olyan forró a talaj, hogy neki költöznie kell. Akkor utána Bronxból átment Kaliforniába, szóval ő nagyon tudta, hogy mit és mikor és hogyan kell. Na és akkor 75-ben egy kicsit forró lett a lába alatt a talaj, Miami-ba vádat is emeltek ellene, és akkor fogta magát, és visszament Kolumbiába, de aztán talán 80-as évek végén megint visszament az Amerikai Egyesült Államokban, mert valahogy nem érezte annyira jól magát Kolumbiában, meg hát tudta azt, hogy sokkal jobb üzleteket tud csinálni. Közben mondom, ki nyirogatta a férjét, és ő rendkívül gonoszan számolt le az ellenségeivel. Rendkívül sok embert saját kezüleg ölt meg, sokat a saját gyerekei szeme láttára. És az volt a végjegye neki, hogy fejbe lőtte, nem is fejbe lőtte, arcon lőtte a vetélytársait, illetve azokat, akiket ki akart nyírni. Úgyhogy ez volt az ő módszere. De hogy egy olyan hihetetlen vagyonra tetszett, és olyan hihetetlen vagyon fölött rendelkezett, napi szinten a 80-as években a keze alatt 80 millió dollárnak megfelelő kokain és pénz és minden vándorolt. Szóval azért az durva a csajok, szóval, hogy az nem semmi. Egyébként azért viszonylag tragikus élete volt. Egyébként a férjeit, ezt nem mondtam, a legtöbbször azért nyírta ki, mert hogy vagy azt mondta, hogy loptak tőle pénzt, vagy hogy túlságosan költekeztek, vagy nem ugyanazok voltak az üzleti elképzelések, úgyhogy ez volt a fő oka annak, hogy így a férjeket megölte. Illetve volt olyan, akit lopással vádolt, szóval, hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes üzletmodellben gondolkodott ő. Egyébként 4 fia közül 3-at megöltek, szóval, hogy azért az brutális lehetett azért. Azt nem irigylem tőle, őszintén szólva. És valószínűleg ennek következménye volt az, hogy végül ő maga is rászokott a kokainra, nem kicsit, nagyon. És egyáltalán nem tett jót neki, sem a karrierjének, sem pedig saját magának. Általában annyira rabja lett a szerének, hogy aztán később el is butult ennek következményében, és súlyos károsodásokat okozott magának. Hát figyeljetek, megölik 3 gyerekedet. Én valahogy megértem, hogy így a drogokhoz nyúl, de azért biztos, hogy ez a nő se volt 100-as. Ebbe teljesen biztos vagyok, szóval, hogy volt problémája nem kicsi, és nem is kevés. Na, de aztán végül 85-ben elkapják a Nemzeti Drog Elhárítási Osztály végül elkapja őt, és összesen, képzeljétek el, hogy annyira ügyesen csinálta ezeket a dolgokat, hogy nem is a drog miatt ítélik el, hanem végül 3 darab gyilkosság van, amit rá tudnak bizonyítani. Ennyi.
Tehát a 200 esetből, amit feltehetőleg ő követett el, összesen 3 darabot tudnak rábizonyítani, és ezért fogják őt elítélni, méghozzá 20 év letöltendő börtönbüntetésre. Én azt gondolom, hogy ez a 20 év egyébként meglepően kevés. Szóval, hogy azért láttunk mi már olyan börtönbüntetéseket, hogy megölt emberenként 25 év, meg szóval, hogy én valahogy egy kicsit ezt keveslem. Minden esetre nagyon jó ügyvédjei voltak, akik ezt viszonylag jól el tudták neki intézni, így hát végül is csak 20 évet ült, és utána kitoloncolták. Leült-e a 20 évet, majd visszatoloncolták Kolumbiába. Ott állítólag nagyon visszafogott életet élt, és nem... Találtam, amit az arcomon. És állítólag ő ott már nem keveredett balhéba. Én ezt valahogy egy kicsit nehezen tudom elhinni, őszintén szóval. Ez valahogy nekem gyanús, hogy ő onnantól kezdve jó kislány lett volna, de mindegy, állítólagosan onnantól kezdve ő már nem csinált nagyobb balhékat. Egyébként az egyetlen életben maradt fia, hogy hívnak? Michael Corleone, így nevezte el a fiát. Ő is beszállt a családi bizniszbe, és egyébként található vele interjú is fönt, itt a YouTube-on is, ahol az anyjáról beszél. Készült egy film az ő életéről, méghozzá Catherine Zeta-Jones-nak a szereplésével, ő játszotta előtt, nem láttam. Őszintén szóval azt nem néztem meg, de igen, minden esetre ő ennyire híres és hírhe. Na, de aztán végül őt 2012-ben 69 éves korában éli utol a halál, és nem természetes. Tehát, hogy az a helyzet, hogy vásárol az egyik menyével, valahol ott az egyik ilyen kolumbiai bevásárlóközpontba, és ahogy kijön ebből a bevásárlóközpontból, mellé áll egy motoros, és arcon lövi kétszer. És így leli ő a halálát, 69 évesen, 2012-ben, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes élete volt ennek a hölgynek, de most rúzsozok egyet, és utána visszajövünk. Na szóval, hát ez volt Giselda Blanco élete. Szerintem nagyon izgalmas az ő története, mert egy nagyon erős női karakterről van szó, és egy olyan nőről, aki aztán tényleg nem ismert kegyelmet, se az ellenfeleivel, se a saját embereivel szemben. Nagyon-nagyon kemény élete volt. Az, hogy ő minden idők állítólag legtöbbet gyilkolt nője, az különösen érdekessé teszi az ő történetét, és hát ez biztos, hogy ő is azért enyhén a pszichopaták táborát, ezt így sikerült neki így gazdagítania, abba biztos vagyok. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Én azt gondolom, hogy ő alapvetően nagyon-nagyon okos lehetett, hogyha ennyi gyilkosságot és ennyi drogkárteles üzletet, meg mindent meg tudott úszni ilyen hosszú ideig, akkor azért ő neki ott eléggé toppon kellett lennie agyilag. De hát ez volt az ő története, remélem érdekesnek találtátok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!